A mai videóban a Moj t bukteget fogom kitölteni. Én Böbe vagyok, ez pedig itt a Bögre Vlog. Erre a buktegre tavaly Vétót Kati hívott meg engem, jókat a videója pedig emlékeztetett rá, hogy jé, hát volt egy ilyen is, úgyhogy szeretném én is kitölteni. Talán nem lesz meglepetés, hogy próbáltam azért inkább így kortárs és klasszikus szépirodalmi műveket összegyűjteni hozzá. lássuk, mennyire sikerült. Annyira nem meglepő talán a buktegnek a témája, hogyha már moly Bojda a neve, akkor ilyen... Hát maguk a jelzők azok kicsit ilyen elmegy, úgy intézetes kategóriába tartoznak, de a pontok egyébként szerintem érdekesek, úgyhogy próbálj meg eltekinteni ettől, hát, hogyha egyébként nem szeretitek a buktegeket mert érdekes könyvek fognak előkerülni. Első pont, csoportterápia, egy könyv, amit a legtöbbször ajánlottál. Ez a könyv számomra nem volt más, és most nem hoztam ide. Na mindegy. Ez a könyv nem volt más, mint Kazó Isigurótól a napok romjai. A könyvet nem feltétlenül személyesen ajánlottam sok embernek, hanem szerintem ez volt az a könyv, ami tavaly a lehető legtöbb Videómban előkerült, mert volt róla kibeszélő, meg belekerült a top olvasmányaim közé a tavalyi évben, illetve még a mit olvastam januárban videóban is benne volt, meg a Bokerdiás videóban, úgyhogy legalább négy videó szól már részben erről a könyvről, egy ugye teljes egészében, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél jobb könyvet nem is tudnék választani. Tehát ez volt az, amit a lehető legtöbb embernek ajánlottam. Második pont, kényszer, zubbony, egy igazán őrült karakter. Ide volt és Attila a Nyugalom című könyvéből Vérrebekát e, hoznám, aki számos és problémával, küzd fiával együtt él, és nem igazán tud túllendülni azon, hogy hát egykor fényes színészi karrierének már vége, ugyanúgy, ahogy a szépségének is ugye az idő előle haladtával, és emellett egyébként egészen beteges kapcsolata van a fiával. Úgyhogy nálam ő volt az, aki megkapta most a kényszerzobajt. Harmadik pont, Dühöngő, egy könyv, amit falhoz vágtál volna, ez nekem Werner Herzogtól a derenga világ volt, mégpedig tavaly. Főhős egy katona, aki, aki annyira hűséges a parancshoz, annyira parancskövető, hogy ott marad egy trópusi szigeten, és nem hajlandó elfogadni, amíg nem a megfelelő embertől jön a, a megerősítés, hogy véget ért a világháború, és ő annyira követi a... a a rendszert annyira beállt ebbe, hogy, hogy egyszerűen nem, nem tehát évek vesznek el, évtizedek vesznek el az életéből emiatt, és ez engem rettentően idegesített. Eleve utálom a háborút, és, és akkor e, tényleg, és valós történet, tehát, hogy, hogy Werner Herzog egy valódi történethez nyúlt, ez borzasztóan feldühített, borzasztóan feldühített, és, és mérges lettem <laughs> az egész helyzetre. Úgyhogy a, a világ. Negyedik pont, alvás megvonás. Ide kellett hosszainitől az egyezett tündöklő napot hoztam. Ez a könyv egy olyan könyv volt, amit hát szerintem egy nap alatt elolvastam, de úgy, hogy alig aludtam utána, mert nem bírtam letenni. Nagyon lebilincselő kötet, és egy külön videóban beszéltem róla, úgyhogy hogyha érdekel, hogy bővebben miről szól a könyv, akkor nézzétek meg. Hát egyébként kettőnőnek a történetét mutatja be, akik számos módon élnek át bántalmazást, mind a társadalom oldaláról, mind a férfi oldaláról. Nagyon megrázó történet, és nagyon lebilincselően írta meg kellett hosszáini. Zárt osztály, egy igazán őrült író, ide kettő igazán őrült írót tudok mondani. Az egyik Csernaszabó András, szerintem, aki ismeri, nem kell bemutatni, aki nem ismeri, hát nála tényleg bárki, bármikor, bárhol felbukkanhat teljesen váratlan történet vezetéssel, A másik pedig Hartai Csaba. Ő, tőle most itt a Holták című kötet van, nem emiatt került ide, hanem az ősszel olvas jó és Jen csodálatos utazása a gyilkolás terhe alatt című regénye miatt, ahol a két főszereplőnk teljesen váratlan módon bukkan fel bizonyos időkben, bizonyos helyeken, abszolút kiszámíthatatlan, érdekes humorral átszőtt történet ez, ami egyébként borzasztóan nyomasztó is egyúttal, úgyhogy szerintem mind a ketten megérdemlik, hogy ebben a kategóriában legyenek gyógyszerosztás, egy könyv, ami megnyugtatott, hát engem a Gilad című könyv nyugtatott meg leginkább Marilyn robinson egy nagyon kellemes, csendes folyású, filozófikus kötet, már szerintem kettő videóban is beszéltem róla, nem fogom itt külön elmondani igazából nagyon részletesen az esetet, egy lelkész visszaemlékezései, üzenetei tulajdonképpen a fiának, és nagyon békés kötet, nagyon szép nyelvezettel. Elektrosok, egy könyv, ami meglepet, hát engem John Williams-től a Stoner lepett meg a leginkább a tavalyi évben. Egészen pontosan az, hogy egy egyszerű ember élete ennyire érdekesen és ennyire velősen bemutatható, ennyire nyersen bemutatható, mint ahogy ez ebben a könyvben megtörtént. Nem számítottam rá, hogy mély nyomot fog hagyni bennem ez a regény, de, de így történt. Úgyhogy ez abszolút pozitív meglepetés volt tavaly. Gumiszoba legérdekesebb könyves helyszínek. Először is az Elfeledett Könyvek Temetője sorozatban az Elfeledett Könyvek Temetője szerintem nagyon érdekes helyszín, úgyhogy Zafon mindenképpen ide sorolnám, de itt sem tudtam egyet választani, hogy mutatok mást is. Nangia az oroszlán szívű testvérekből, ahová a két fiú igazából a halálok után kerül a két főszereplő fiú, és hát ugye ott játszódik a cselekmény, tehát ez nem volt egy nagy spoiler. Nagyon érdekes túlvilágábrázolás az Astrid Lindgren-től, csodálatos történet, és egy uh, elég fantáziadús megoldása a gyásznak, halálnak, az, ami az oroszlán szívi testvérekben van. Illetve hát ismét Hartai Csavával jövök elő, a Joe és Jen csodálatos utazása. hát ott a helyszínek egyszerűen elképesztőek, össze-vissza ugrálunk, egyik éjszakáról a másikra, sőt, lehet, hogy négy esz, mert mert azt hiszem, hogy az Erkót is ide sorolhatnám, hiszen ott nagyjából az egész ókort bejárhatjuk az ötödik században, úgyhogy négy könyv, <laughs> mint legérdekesebb helyszínt, tehát nagyon szerettem Zerkóval utazni a tavalyi év végén, nagyon szerettem két évvel ezelőtt Nangiát az oroszlán szívű testvérekben, bár nem egy túlságosan rózsaszínvilág, nagyon szerettem Záfontól az elfeledett könyvek temetőjét, mert szerintem egy hát, könyv számára elég izgalmas helyszín, és nagyon szerettem azt, hogy mennyire váratlanul váltanak helyszínt Hartai Csaba karakterei a Joe és Jen csodálatos utazása című kötetben. Hát az még nem egy ilyen pozitív helyszín volt, de érdekesnek mindenképpen érdekes az összes hely, ahol ők így felbukkantak, bár egyébként teljesen átlagos helyszínek, tehát egy iskola, meg egyéb ilyen uh, helyek, úgyhogy nem mondanám azt, hogy, hogy nagyon extrém helyszínek, de az, ahogyan lefestett őket Hartai, hát elég hádukorzongatóvá varázsolták őket. Következő kategória a Lobotómia, egy könyv, ami megváltoztatta az életedet. Én itt kettő könyvet tudnék mondani, az egyik a Szent Lajos királyhídja, a másik pedig a francia hagyaték, mind a kettőt nagyjából egyszerre olvastam, 2021. januárjában fejeztem be őket. Nagyon nagy szerepük volt abban, hogy a fogadalmam, hogy minden nap olvassa, megvalósulhasson, és visszatereltek arra, hogy tényleg olvassak, és jó könyveket olvassak, úgyhogy ezt a két könyvet mindenképpen ide sorolnám. És a Vigyorgó, Vigyorgó Csernaszabó András könyvei Összes könyve nagyjából a vigyorgóba tartozik, én, hogyha valami szeretnék olvasni, amin nevetek, ami felvidít, akkor mindenképpen csernaszabó, felmerőben bennem. Például a szívet helyén épül már a halálcsillag. Sokszor nem pozitívak ezek a történetek, de az előadásmód, a stílus, az apró szűszenetek azok mindig nevetésre adnak okot. Illetve a másik pedig a Macska bölcső című könyv, amin Szintén remekül szórakoztam. Tehát ez lett volna a mai a így tőlem nektek. Nem igazán jelölnék meg senkit most, hogy töltse ki, vagy ne töltse ki. Aki kedvet érez hozzá, az töltse ki, és töltse fel számára kedves kötetekkel ezt a bukteget akár itt, akár a mai.org oldalán, akár az Instagramom. Szerintem nagyon jó kis pontok vannak, ami alapján esetleg érdemes könyveket ajánlani, vagy amik alapján érdemes így átgondolni az olvasmányainkat, úgyhogy ez volt az oka, hogy kitöltöttem. Remélem, hogy tetszett a videó, és legközelebb is velem tartotok egy jó kis irodalmi bögrézésre. Sziasztok!